Az a humor nagy ágyúi, na most képzelj! Ez egyébként egy székely vicc, hogy ez tarthatatlan, a fiat belehúgyozta a nevét a házunk előtt, ahova. Igen, de a lányod kézírásával. Azt nem is, a Harmat Imre, aki dalszövegíró volt, ugye ő írta a pupu van egy tevem, a teme van egy pupu. Már egy más, amikor a pupu! Így már éjfél táj van, én már alszom. Jézus, gyerekek, mindjárt 2002. Szóval mindegy, munkaszolgálatos volt. Munkaszolgálatos ez volt. Ez vidám történetnek indul. Ja, az is. Ott is volt humor, miért ne lett volna? Munkaszolgálatos volt, és volt egy ilyen kis, ilyen vicces hadnagy, aki mindenkinek a nevével viccelt, hogy mondja Kovács maga Povács, és akkor mindig nevetni kell, semmi értelme. És akkor egyszer odaért a Harmat Imre, és azt mondja, mondja Harmat maga rokon a Harmat víznek, szóval igen, kérem, az unokahúgyom. Gondolkodás nélkül vártál rá. Unokahúgyom? Nyáron mit csinálsz? Belevésed a diófájába, vagy? Szerintem nyáron szarik oda menni az én. Visszavonták Hegedűs András vezető ügyészi kinevezését. A visszavonásnak indoklásáról nem adtak felvilágosítást, bár a Népszabadság cikkében utal arra, hogy múlt héten szerdán az igazságszolgáltatás tekintélyének megóvása és erősítése érdekében írt közleményt aláírta az Ügyészek Országos Egyesülete is, amelynek Hegedűs András volt az elnöke. Most ő véleményformáló vagy tényközlő? Nem, itt arról lehet nyilván szó, hogy ebben a pozícióban idézőben nem foglalhat állást. Később aztán védekezett, hogy itt a tekintély megóvása is az igazságban. Lehet, hogy összeférhetett, nem tudom, köztisztviselőknél ez bonyolult. Ez egy teljesen véletlen egybeesés. De bocsánat, én színházigazgató vagyok, és a magyar színházi közállapotokról legsújtó a véleményem, akkor engem leváltanak, mint színházigazgatót? Nem. Hát akkor... Mint ahogy mint színházigazgatónak is lesújtó volt a magyar színházi állapotok a véleményem, és nem bántottak meg Nyíregyházán. De rossz, ahonnan elindultok, hát ez egy teljesen véletlen egybes, és ez ugyanolyan véletlen, mint a Simicska ügy, meg a megfigyelési ügy, mint kérlek szépen az Orbán papa, meg a Duna felvezetőinek a leváltása. Ez ugyanolyan véletlen. Lényeg, mert itt azt mondja, Dávid Ibó igazságügyminiszter csak ennyit mondott, erre a rendkívül igénytelen közleményre nem tud, és nem is akar reagálni. Ez egy igénytelen film. Ő nagyon szépen úszik az árral a Balatonban, de a fociós sem ért. Erre meg nem akar. Nem is reagált. Hát nem is így megmondta, így vonta meg a vállát, így. És aztán teljesen véletlenül kirúgták a Hegedűs. Tehát mi ebbe a izé? Hát semmi összefüggés, ugye? Mint, hogy valamikor nagyon régen vizsgáztam az egyetemen büntetőjogból, és Bányai kolléga, mindig együtt mentünk vizsgázni. És valahogy úgy alakult, hogy előttem vizsgázott. És soha nem felejtem el, a professzor föltetenek a kérdést, de a büntetőjogban nevetséges volt a kérdés is. Ez lehetett 82-83 körül. És azt már mondja, előfordulhat még az, hogy a bíróságra megüzenik a pártbizottságról, hogy mi az ítélet? Erre a Gyuri azt mondta, hogy igen. Nem! Azok az idők elmúltak. Meg attól tartok, hogy visszajönnek. Egy írországi asszony vállókeresetében 15 pontban foglalta össze, hogy miért kéri házassága felbontását. A 15. pont úgy hangzott, férje szeretkezés közben, de még az orgazmus előtt rendszeresen cigarettára gyújt. Most életem, ez azért van, mert zavarja őt a passzív dohányzás, érted? De ez egy virtuóz, gyerekek, hogy... Hát hogy ez? Az az igazság, aki igazán szeret dohányozni, az nem rontja el egy szeretkezéssel ezt az élvezetet. Hamis híres. De bocsáss meg... Én már szeretkezés közben nem kapok annyi levegőt, hogy még cigarettát. István, nem ugye is leszoktad tüdőzni? Tényleg. Ez egy külön csinálkozat az ember, de hát egy cigaretta az... Van egy dal is erről, nem nálunk, hogy gyere ülj kedves mellé, mielőtt még elmenni. Meg aztán félek, hogy a feleségem azt mondja, hogy akkor viszont amennyit dohányzol, ugyanannyit. Ez azt mondja, szívjunk el egy cigarettát, a frászt kapom.
mennyit szív egy nap? Azt mondja, egy dobozzal. Akkor nem megyünk haza. A Somogyi Palikával, a Mikes Zsújival és Lelkes Péterrel utaztam egy Dacia-val. A Dacia-nak már van egy jó kis szaga belül. Na most ketten szivajoztak és egy pipázott. El tudod azt a kocsit képzelni? Képzeld el, milyenek voltak otthon az ágyban. Isteni pofák, a Somogyi Palika semmihez nem értett, és egyszer tönke ment a Dacia, ott álltunk Komlótól 30 kilométerre, a Lelkes Péter tördelt a kezét, hogy elmarad a hakni, bekegett egyet, és kész vége. Azt mondja a Somogyi Palika, hogy nyissam ki a motorháztetőt, mondom, Palika, ne hülyeskedj, hát a villany nem tudta, hogy hogy működik. Emelt fel a motorháztetőt, azt mondja, mondom, Palika, mi van? Azt mondja, nézd meg, hogy leesett-e a trafóról a kábel. Mondom, Palika, hát te tudod, hogy hol van a trafó? Azt mondja, igen, vedd le az ablakmosót, és alatta van a trafó. Hát gondoltam, hogy elmebeteg. Levettem az ablakmosót, és ott volt alatta a trafó, és le volt esve róla a kábel. Mondom, hát Palika az isteni, hogy tudtad ezt? Azt mondja, legutóbb a Dacia-ból leesett a trafóról a kábel, kis esély, megjátszottam. Az micsoda? Ha földobod, érdekes, ha leesik, nyávog. Mindegy, csak macskára essen. Egész évi bűneidért ilyeneket fogsz kapni, mert ezt... De jó, én is hoztam. Igen? Na, jó. Akkor én is mondok ilyet, hogy miért van a mókusnak hátul a farka. Igen? Mert elől a mókus van. És miért fényesíti a rendőr a sakkfiguráit? Nehogy mat legyen. Igen? És mi lesz a kígyó és a kenguru kereszteződéséből? Ugrókötél. Jó. Mi az bükkfán ül és fütyül? Eltévedt fűzfán fütyülő. Két szőke beszélget, az egyik azt mondja, azt hiszem kinőttem a férjemet. Hogy? Két hónapja nem jön rám. Tudod, mi az arab lopakodó? Teve mamuszban. Ezt direkt neked írtam fel, azt mondja, csókolom, Pistike, itthon van? Nem, nincs itthon. Tudom, nálunk van. Tudod, mi az a plátói szerelem? Kívülről nyalogatni egy lekváros üveget. Mit mond Hófehérke, miután lefeküdt a hét törpével? Ez a hét is elment. Tessék. Nem olyan jó ez, hogy bácsi, kérem, van két rossz hírem. Mi az? Vicc. Van két rossz hírem. Az egyik az, hogy önnek egy napja van hátra, és mi a másik? Tegnap elfelejtettem szólni. Jaj. Én utolsó találós kérdését feltehetem neked? Igen. Mi a különbség a Diliház és a Parlament között? A telefonszám. De a gyorsan dugó indián lányt, azt tudjátok, hogy hívják? Villámlik. Ezzel zárjuk az évet. Nagyon szép gondolat. Hanyadik adás volt ez, Laci? Sokadik, bizony, ennyi. 99. adás, ebből következik, hogy a századik jön. A telefonszámunk 061-382-2144, a címünk Budapest 1119 Fehérvári út 8995, e-mail cím 2.heti7es@rtlclub.hu, és a weboldal címe pedig www.rtlclub.hu. Mindannyiunk nevében integetünk, és boldog új évet kívánunk! Viszontlátásra!
Kedves honfitársaim, a haza határain belül és szerte a nagyvilágban. Az új esztendő küszöbén szeretettel köszöntök mindenkit, nemzetünk nagy családjának minden tagját. Jó együtt lenni, és számot metni gondjaink és reményeink ügyeiben. Az új évezred első esztendejében nem kevés erőfeszítést vállaltunk. A nagyobb kenyérért, a jobb egészségért, a jobb munkáért, a jobb biztonságért, a több tudásért, családunk szebb holnapjáért. Szembe kellett néznünk sok megpróbáltatással is. Az ország keleti részét sújtó tavaszi árvízzel, a világ eddigi értékrendje és biztonsága ellen intézett terrortámadással, a globalizáció sok kihívásával és sok minden mással. Mindez új megvilágításba helyezte személyes és másokkal közös felelősségünket. Nem vizsgáltunk rosszul. Köszönjük mindenkinek, külön is köszönjük az árvíz leküzdésében tanúsított helytállást. Köszönet katonáinknak, a rendőröknek, a tűzoltóknak, az egészségügyben és a közlekedésben helytállóknak. A katasztrófa elhárítás minden áldozatos közreműködőjének. Köszönet a károsultaknak a türelemért, és minden jó szomszédnak a segítségét. Köszönjük a készséget a helyreállításban a kormánynak, az önkormányzatoknak, az építőknek, a civil szerveződéseknek, az egyházaknak. Köszönjük a hazóról és a külföldről érkezett sokféle segítséget. Állnak a gátok, állnak az iskolák, állnak a házak. Nem vizsgáltunk hát rosszul. De előszámolhatunk még sok más jót is. Azt, hogy a milleniumi emlékezésekben erősödött a nemzet öntudata, milliók munkája által tovább nőtt az ország teljesítménye, gyarapodott vagyona, több jutott a családokra, az oktatásra, a tudományra, a kultúrára. Egyre sikeresebb vállalkozásaink. Emelkedett tekintélyünk a határokon túl. A kedvezménytörvény egyszerre ígér egységesebb nemzetet és jó szomszédságot. Az Európai Unióhoz való csatlakozás folyamatában a társuló országok érvonalában vagyunk. Erősödött belső és nemzetközi biztonságon. Működnek a demokratikus jogállam intézményei. Nőnek a jóért tett erkölcsi erőfeszítései. Segítenek egyházaink. Elismerést illet hát mindenkit. Az ország minden felelős intézményét és nemzetük minden cselekvő polgárát. Mindazonáltal távol vagyunk még attól, hogy elégedettek lehessünk azzal, amit elértünk. Sok még a tennivalónk, hogy gazdasági növekedésünk javaiból egyre többeknek jusson, hogy szebbek legyenek házaink, falvaink, városaink, hogy legyen erősebb a család, számosabb az új nemzedék, és hogy jobban becsüljük az idősebbeket. Hogy kisebbségeinkkel összefogva a mainál is többet tegyünk egymásért. Hogy jobban keressük a szegények és a szegénység enyhítését. Hogy még jobban szolgáljuk a határon túli magyarok ügyeit nemzeti és európai törekvéseink során. Hogy politikai pártjaink ne a másik hitelét rontsák, hanem holnap jobb útját keressék számunkra. Tisztelt honfitársaim, különösen fontos, hogy megerősítsük magunkban a szolidaritás erényét. Akkor is, ha nincs árvíz. Sok még a dolgunk, hogy szebbé tegyük életünket. Nem csak minden közösségnek, hanem minden egyes embernek. Az egyes embernek, aki munkájával megteremti műveltségének tőkéjét, és tudom, és tulajdonának biztonságát. Aki szolidáris az elesettekkel, aki tiszteletben tartja az európai örökség politikai és erkölcsi értékrendjét,
és ennek jegyében együttműködik a másikkal. Aki szereti a másikat, a másként gondolkozót is, aki részt vesz a közügyek alakításában, pártban vagy egyesületben, egyházban vagy képviselőtestületben, aki eljön az ideje, szavazóként kifejezi véleményét és akaratát, és segít dönteni közös ügyeinkben. Mert egy a hazánk, jövőjében is együtt osztozunk. Kedves honfitársaim a hazahatárain belül és szerte a nagyvilágban, mi magyarok áldást kérve kezdünk minden esztendőt, akár hívők vagyunk, akár nem. Az új esztendő küszöbén, egy pár percnyi csöndben felerősödik bennünk a belső hang, nemzeti himnuszunk óhaja kölcsei szavával szólva, Isten áld meg a magyar. Ki ne szeretné, hogy vége és sikeres évünk legyen a következő esztendő, hogy jókedvel végzett munkánk nyomán tisztes megélhetés és bőség legyen osztály része mindenkinek. Igaz hittel és közös erőfeszítéssel 2002-ben közelebb juthatunk mindehhez. Ebben a reményben kívánok mindenkinek békességben, szabadságban, egészségben és teremtő munkában boldog új esztendőt. Isten éltesse mindenkit! Új évet mindenkinek, és gondoljunk egy kicsit azokra is, akik most már lassan behajóznak Afrika felé, hogy legyőzzék a sivatagi poklot. A dolgok a mai napon sem mentek annyira könnyedén, de hát a technikai sportág az technikai sportág. Hát rögtön ki is bontom a pezsgőt. Jó, kezd el bontani, én addig idejövök Lacihoz. Te most még nem tűnsz olyan mosolygósnak. Hát nem, mert most még a bokámban van egy merev görcs az elmúlt 500 kilométertől, mert elkezdett rángatni, vagy valamilyen elektromos probléma van, tehát a komputerrel van valami probléma. Hopp, megjött. Ott van pohár, addig vedd föl és töltsél bele, légy szíves. A belső vidám pillanata, amikor balú pezsgőt bontasz. Hogy érzed a dolgot egyébként? Co-driverként. Most köszi. Most azt tudom, hogy rettentő haverságba kerültünk ezzel az én kis járművemmel, mert az elmúlt 500 kilométeren keresztül ilyen 2 milliméteres bokamozgással próbáltam meg észnél tartani, úgyhogy ne rángasson megállás nélkül az autó. Na akkor viszont most kocincsunk, ez az a pillanat. Igazándiból szerintem éjfél után jár egy 10 perccel, negyed órával gyereki. Gyerekek, várjatok, álljon meg a menet, kezdjük előről. Akire inni kell, az ő, mert ebbe az elmúlt 500 kilométerbe is lejött. Ugye, édesem? Boldog új évet! Bábra, milyen? Boldog új évet önöknek is, és reméljük, hogy január 13-án ismét tudunk ünnepelni. Sziasztok! Bujék! Bujék! És üdvözlünk minden otthonit, családot, barátokat és mindenkit. Úgy, bizony, bizony. Sajnál, magyarok! Mi nem kapunk a kamerába is egy poharat? De! Tessék. Egészségére mindenkinek, boldog új évet! A most következő képek is önmagukért beszélnek, jöjjön egy kis ízelítő az eddigiekből, és ne feledjék, a mai napon már valami egészen más vár a 24. Párizs-Dakar rally résztvevőire. A sivatag, az igazi, hamisítatlan sivatag. Viszont látásra nézzenek minket, és drukkoljanak a magyar párosnak, Palik Lászlónak, vagy Szalai Balázsnak. Bujék!
közvetítésben az internetes partnerünk az Origo. Ha tudja, melyik az a zenész, aki a Repülők és az Emberek zenekarnak is tagja volt, és szeretne egy mobiltelefont nyerni feltölthető kártyával, hívja egy órán belül az RTL Klub kalendárium 0690 443 473-as számán. Játékinformációk a Teletext 262. oldalán és az interneten. Dolgozhat úgy egy autó, mintha szíve lenne. Érezheti egy autó a veszélyt. Gondolkodhat egy autó ön helyett. Egy Renault Laguna igen. Európa legbiztonságosabb autója, az egyetlen, amely a Euro NCAP töréstesten 5 csillagos minősítést kapott. Vadul múlhatod az időt, de megeshet, hogy holnap inkább megállítanád. A világ állandóan változik, de egy biztos, unikum. La zona blanca es únicamente para el inmediato abordaje y desembarque de pasajeros, no para estacionar. Az élet habos oldala.